Kamocsai Beh Marian elkészült a cukkini gófrival, illetve itt látok kenyérkéket valamivel megkenve, és nagyon sok friss szárított zöldséggel és virággal. Igen, ugye megbeszéltük, hogy csinálunk majd egy ilyen jó kis fűszersót, ehhez hoztam négyféle sót, illetve szárított virágokat és fűszernövényeket, amiket most így a nyáron frissen szárítottuk, valamit még tegnap szedtem le a szárítóról, és abból csináltam nektek egy-két ilyen. Simán a virágot ráteszed a kenyérre? Egy kis só van rajta, és igen, és a virág szív. Ezt mondjuk a gyerekeid is megeszik egyébként? Ezt már frissen jobban szeretik, de így is megeszik, igen. Jó, és tehát ne játszunk ilyen találós kérdéses, mert az nem salasztalan, tehát tegnap a bazsalikomot nem sikerült megismernem, úgyhogy ha mondjuk segítenél, hogy melyik micsoda. Igen, sókból hoztam egy paradicsót, hogy legyen egy hazai, ugye ennek a legmagasabb az ásványanyag tartalma szinte a beszerezhető étkezési sók közül, úgyhogy ez mindenféleképpen só, igen. Egy fontos, igen, egy himalája sót, ami ugye most nagy divat, illetve két tengeri sót, de ezek is kézműves sók, ami annyit jelent, hogy kézzel szedik le a sónak a tartájából, amikor melyiket telik, használod úgymond. Egyébként? Én ezt nagyon szeretem, ezt a nagy szeműt, mert hogy amikor szórod, akkor ezt ilyen apróra tudod kézzel is akár őrölni, nem kell hozzá egy só. Sózol egyébként bátran? Tehát sósra hát ezekkel értek? Igen. Azt mondják, hogy amit így boltban ilyen nagy kiszerelésbe veszel, azok a veszélyesek, mert ott ilyen 97%-a a nátriumklorid, a többi csak az ásványi. Meg ugye akkor veszélyes, hogyha mondjuk fűszersókat használunk, mert a fűszersók alapvetően is ugye sót tartalmazik, mint ahogy mondtad, igen, nagyon magas százalékban. De hogyha ilyen jó minőségű sót raksz bele, akkor lehet. Na készítsünk, hadd keverjek valamit. Jó, akkor először válasz ki, hogy melyik só, talán ezzel a nagy szeművel? Igen, ezzel a nagy szeművel tudnád, és akkor igen, nyugodtan így, amennyit gondolsz, én nagyjából úgy szoktam, hogy fele só, és akkor fele. Jó, ennyi mondjuk. Persze, ne gondolj többet. Ne gondolj többre, igen. És akkor fűszerből most hoztam mentát szárítva, illetve bazsalikom levelet. Na, ezt megismertem dolgozunk volna. Persze, hogy megismerted volna. Dolgozunk a bazsalikommal? Nyugodtan, hogyha szereted, akkor. Szeretem. És kicsit össze és a bazsalikot nem lehet mentával? De. Akkor tegyünk bele egy kis voltam nálatok, akkor ilyen mentás bazsalikomos dolog is volt, meg ugye a szörpünk is mentás bazsalikom. Ennyi elég, hogy tudsz, ahogy te mennyire ki tudod vagyok? Venni az üveg csészéből, ki tudod venni a fűszert, és bele tudod helyezni egy másik csészébe. Szenzációs, hibátlan, mondjuk egy 4-5 darab mellé ment, de mindegy. Jó, de ennyi. És akkor igazából, aminek erőteljesebb íze van, az a kaporvirág, úgyhogy ha azt szereted, akkor azt csak akkor. Nem, a levendula. Levendula. Azt inkább a kapor az nem annyira működik. A levendulából is keveset rak meg, mert azért annak is van egy ilyen kis kesernyés íze. Akkor ennyi mondjuk? Igen. Jó. Zsája van még, ami erőteljesebb, és akkor igazából a többi az már inkább ilyen neutrális íz. Ez ibolyavirág. Ibolyavirág. Mindenképpen. Jó, csak valami szint is tegyében, mert egyelőre nagyon elmozdultunk a zöld és a lila irányába. Zöld és lila, jó, és akkor azt a kettőt. És akkor tegyünk még, ez micsoda? Az a napraforgónak a virágszírma. Ez annyira nem jó illatú. És az a narancsárga? Az pedig körömvirág. Az sem. És ő vele mi van? Ő pedig a büdöske, úgyhogy akkor lehet, hogy ő se fog tetszeni. Büdöske sem jó. És ez a kis fehér? Az a hagymának a virága. Ez legyen. Passzol a levendulával? Persze. Hát ugye kevés levendulát raktál, de egyébként ez egy ilyen tésztákhoz, fehér húsokhoz egy tökéletes keverék lehet. Okay. Kicsit ilyen óvatosan. Jó, és akkor még utána így kézzel összetörheted. Egyébként én mozsárba szoktam, vagy egy ilyen otthoni darálón, de... Jó, és azért én szeretném szépen megkóstolni ezeket az a mindenképp finomságokat is, úgyhogy hát ezt a nagyot, ezt így most. Én megcsinálom lépés? Addig. Jó. Igazából már csak annyi, hogy összekeverjük. Meg itt az egyik szendvicset szerintem. Majd melyiket akkor a gonfit vagy a szendvicset? Kicsit ebből, kicsit abból. Na akkor melyik? Kezdek egy levendulással. Mi van ezen a kenyéren pontosan? Azon ez a nagyszemű só, majdonsó és bazsalikom. Ja nem, tehát a levendulás. És akkor a gonfink akkor mégis csak cukkiniből készült. Megszagolom, és kész van ugye hozzá ez a kis mártásunk. Igen, igen, ez pedig a bodzaszósz, amiben egy kis fahéj van. Kész ilyet? Te nem eszel? Kenjek neked egyet? Én nem, mert nekem készülnöm kell egy bizonyos dologra, így most nem fér bele ez a kis gófisem az életembe, mert amikor határidő van, akkor az ember profi. Jó, köszönöm, elég annyi. Mint ahogy ezt biztos egyszer te is tudni fogod, majd megtapasztalod.
Mozzarella sajtot tehát? Az hogy ne, azt sőt, na, akkor azt majd megeszi. Én pedig azt. És akkor az, azon van. Köszönöm. Hát pedig annyi, hogy ez egy ilyen virágos fűszerkeverékről. Nem tudjuk kimondani a márkát, és én úgysem emlékszem rá, de lehet kapni ilyet készen. Igen. De azt hiszem nem mozzarella, hanem kecske sajt talán, és fűszer van a tetején, ilyen előre elkészített. Azt például nagyon szeretem. Igen. De akkor otthon simán tudnék hasonlót készíteni. Simán a kérgét. Hát haza kéne vinnem ezt a sok fűszert, és akkor esetleg sikerülne. Na, ez nagyon jó. Nektek gyorsan. És egyáltalán nem érzem benne a cukkinit, annyira finom, igen, úgyhogy. De jó. És mondom, igazából az a jó, hogy ez bármilyen gyümölcse vagy édesebb zöldséggel nem lehet csinálni.